szorgalmas és eres leány. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonnak az előbbeni urától volt egy leánya, és a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. Az öreg asszony harágudott a férjének a lányára, nem szívlelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leánt elhajtotta, menjen szolgálni. Elindult a leány, s ment, mendegélt darabig, egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki. hová mész, te leányocská? Megyek szolgálatra. Leányocská, gyere, tisztíts le engem a száraz algaktól, hogyha engemet megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. A leány megtisztította a körtefát, majd tovább ment s elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, Gyere, medszél meg, s kapálj meg, meglásd, jó tetted ért, jót kaphatsz. Megmetszette, és megkapaltá a szőlőt. A leányocska tovább ment, s elért egy rossz kemencét. Gyere ide, leányocska, sikaj meg engem, meglásd, mikor visszafordulsz, jó tetted ért, jót kapsz. Mexikaltá a kemencét, majd elért egy kicsike kutacskát. De ez a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Hova mész te le, Hosszú útra, szolgálatra. Takaríts ki engem szépen, meglásd, mikor hazaérsz, jó tetted ért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az allott vizet belőle, és tovább ment. Ahogy ment, találkozott egy kiskutyával. kutyával. Takaríts meg engem, s nyírj meg, meglást, jó tetted ért, jót kapsz. A leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, mendegélt, s egyszer csak elért egy szép házat. Tündérek laktak benne, kérdezik, milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Maradj meg itt nálunk, itt van hét szoba. Hát ott sepelj ki, de a hetedikbe be nem menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt. Most már hazákarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. No, meghallgattál szépen, meg is kapod, ami jár neked. Hengergődsz meg ebben az ezüst pénzben, ami rádragad, az a tiéd. Na, no, most meg hengergőz meg szépen az arányban is. Meghengergőzött a leányocska abban is. Azután felállott és elbúcsúzott. Jött az úton hazafelé, elérte a kutyát. Mikor odaért hozzá, a kutya azt mondta, no leányocska, vegyél rólam, ami neked tetszik. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyit kellett. Szépen felrakta magára. Ment tovább, mikor odaért a kutacskához, csészikék, kancsócskák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. A leányocska merített, s egyet ivott. Azután szépen jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, a kalácsok. Gyere ide, egyél, amennyi jól esik, a jó tettedért visszajár, mondták kemence. Evett is, hozott is. Ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát, ott olyan szép szőlő volt, meg bor poharakban kitéve. Elhetett, íhatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Majd tovább jött hazafelé. Leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megérett a körte. Még közeledett hazafelé. Már a kakas meglátta, hogy jön. Kukurikó gangó, jön az én kém, ezüsttel, aranyjal felfuttatva. Meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Majd megint szólott a kakas. Kukurikú, gangú, jön az én nénikém, aranyjal és ezüsttel futtatva. De az öregasszony azt kiabalta. Álgass te, te nyikhaj! Kukurikú, gangú, jön az én nénikém, aranyjal és ezüsttel futtatva. Majd az öregasszony. Na, elég sokat kaptál. De most elmegy az én leányom is, s a sokkal többet hoz majd, mint te? Elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Gyere ide, leányocská, takaríts meg engem a szar az algaktól. Jó tetted ért, jót kapsz. Én a csecsebecse lábacskáimat s vacsavacsa -vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akar mi is lesz. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert jó tettéért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, a vacsavacsa -vacsa kezecskéit Össze nem szurkálja, akar mi is lesz. Elérte a kemencét. Gyere ide, tele anyocská! Gyúrja a földet! Sikálj meg engem! Jó tettedért, jót kapsz! De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskét nem martja a sárba, akarmi is lesz. Akkor elérte a kutat. Gyere ide, leányocská, mert ki ezt az allott vizet! Én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskémet be nem piszkítom, akar mi is lesz. Elérte a kutyát is. Gyere ide le, anyucská, nyírjál meg! Én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskémet, a csecsebecse lábacskáimat én be nem piszkítom, akar mi is lesz. Tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen szolgálatra. Akkor azt mondják neki is, hogy maradjon ott náluk. Itt van ez a hat szoba, se ki, de a hetedikbe be ne menj. A leány a hat kiseperte, s a hetedikbe se ment be egy darabig. De egyszer aztán mégis bement. Akkor látta, hogy mi van odabent? Kígyók, békák, s azok úgy összemárdostak, hogy véres lett egészen. Mikor kijött onnan, azt mondta: Hogy ő bizony nem szolgál tovább. Hát, nem is fizették ki. Amint jött hazafelé, út közben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből. Nem akartál megtisztítani, most mehetsz utadra. Mondták kutya. Jött nagy szomorúan, s odaírt a kúthoz. Nagyon szomjas volt. Menj innen, mert sajnaltad a kezedet, slabadat, semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez, Ott sültek a bélesek, a kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Továbbment, és elérte a szőlőbokrot. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár bort. De a szőlőbokor eltaszította a kezét. Elérte a körtefalhoz is, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, a kakás felhallgott a kapu tetejére, s szólni fogott. Kukurikú gangú, jön az én nénikém, vérrel futtatva. Az ördöngős asszony odament és azt mondta: Nem igaz, aranyá jön futtatva. De a kakas megint elkezdte: Kukurikú gangú, jön az én nénikém, vérrel futtatva. Nem igaz, mert aranyá jön futtatva. Kukurikú gangú, jön az én nénikém, vérrel futtatva. Nem igaz, nem igaz, kiabalt az öregasszony. De az öregember azt mondta. Látod, az én lányom jobban szolgált, mint a tiéd. És akkor összevesztek, és az öregasszony és a leánya elment a hasztól. Az öregember és a leánya, ha meg nem haltak, még ma is élnek.